csomó olyan adományozója van az alapítványnak, akik különböző rendezvényeken dobtak a Persejbe. Szeptember 30-án a Várnál várnak minden olyan adományozót is, akik nem regisztrált módon járultak hozzá akkor a szülött mentő autó beszerzéséhez, jelentette be Alt Norbert alpolgármester. A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott, a pénz már korábban összegyűlt a járműre, melyet e hónap utolsó szombatján mutatnak be. Az elmúlt egy év az alapítvány életében és az alapítvány kuratóriumi tagjainak olyan intenzív volt, hogy gyakorlatilag a város, a megye meghatározó önkormányzati, gazdasági, társadalmi, civil szereplőit olyan mértékben tudta megszólítani, hogy ez a fajta, mondhatjuk úgy is, hogy mozgalom, és ez a fajta akció, ez mindenféleképp megkívánja azt, hogy egy nagyobb esemény keretében ünnepeljük meg, hogy ez a mentőautó ide érkezik Békés megyébe, hogy ez a mentőautó ide érkezik Gyula városába. Fodor Zsuzsanna, az alapítvány kuratóriumi tagja azt mondta, az eddigi sikerek ellenére folytatják a munkát, hiszen a járművet fel is kell szerelni, és a fenntartás sem lesz egyszerű feladat. Olyan adakozónk is van, aki évente futást szervez, és minden évben az alapítványnak ajánlja fel azt az összeget, amiért futnak. Lehet, hogy ez a példa további olyan rendezvényeket sarkal, hogy valóban évente kap az alapítvány bizonyos pénzösszeget. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az alapítvány kuratóriumának elnöke a gyűjtés sikere kapcsán nem csak a támogatók, hanem a sajtó pozitív szerepét is kiemelte. Ő a szeptember 30-ai rendezvény programjairól beszélt. Szeretnénk kedveskedni minden támogatónak, jelenlévőnek egy 600 szeletes tortával, akkor következik a tortának a szétosztása, és végezetül 7 órakor egy szép, mivel egy nagyon szép, fantasztikus eseményről van szó, nagyon sok gyerek lesz itt, gyerekek imádják a tőzi játékukat, a felnőttek is, úgy gondoltuk, hogy tőzijátékkal zárjuk az ünnepséget. A koraszülött mentő alapítvány munkájával és a gyűjtés állásával részletesen a három témában foglalkozunk.